Az úgynevezett unokázós csalók Győrben és környékén is. Erről is lesz szó mai adásunkban, de utána jártunk annak is, hogy miképpen hat szervezetünkre a mostani változékony időjárás. Tartsanak velünk ma este is, kezdődik a Híradó, várom Önöket! Ismét 1000 felett volt az egy nap alatt beazonosított koronavírus fertőzöttek száma. Eközben a mai napon megállapodás született arról, hogy Magyarország nagy mennyiségű orosz oltóanyagot vásárol. A részleteket Lukács Bence mondja el Önöknek. Szia Zsuzsi, köszöntöm az Oxigén televízió nézőit! 1311 új koronavírusos fertőzöttet találtak egy nap alatt Magyarországon, és meghalt 98 ember az elmúlt 24 órában. 3958 ember van kórházban, és 274 embert kezelnek lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma is szerencsére folyamatosan nő, jelenleg 237.362 fő. Az aktív fertőzöttek száma 107.800 főre csökkent. Győr-Moson-Sopron megyében egy nap alatt 66 új fertőzöttet regisztráltak. Szijjártó Pértel külgazdasági és külügyminiszter péntek reggel közölte, a Nemzeti Gyógyszerészeti Hatóság szakemberei megvizsgálták a Sputnik V előállításának helyszínét, és mindent rendben találtak, ezért az orosz oltóanyag veszélyhelyzeti használati engedélyt kapott. Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország 3 ütemben vásárol nagy mennyiségű oltóanyagot Oroszországtól. Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Müller Cecília üdvözölte, hogy Szijjártó Péter jelentős mennyiségű Sputnik V vakcinát vásárolt. A szakember szerint a vakcina hatásos, hatékony és megbízható. Erről a magyar szakemberek is megbizonyosodtak a helyszínen. Hozzátette, hogy a Sputnikból 2 oltás szükséges, és 21 napos különbséggel kell majd beadni őket. Müller Cecília szerint továbbra is indokolt fenntartani a jelenlegi korlátozásokat. A halálozások tekintetében elmondta, hetek óta 100 körül mozog a napi halálos áldozatok száma. A mai halálos áldozatok közül a legfiatalabb 51, még a legidősebb halálos áldozat 99 éves volt. Jellemzően a halottak többféle krónikus megbetegedésben szenvednek, ezért ehhez lesz igazítva az oltási terv is, mondta. A beoltottak száma továbbra is növekszik, de az országos tisztifőorvos továbbra is kéri a frontvonalban dolgozóktól, hogy éljenek az oltás lehetőségével, hiszen ezt még nem tette meg mindenki. Eddig összesen 138.983 ember oltatta be magát Magyarországon, közülük 5.815 fő már a második adagot is megkapta. A védettség a második adag oltás beadása után 7-10 nappal alakul ki, mondta Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a beoltott személyeknek is be kell tartaniuk minden óvintézkedést. Ezek tehát a legfontosabb információk a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. A győri vasútvonal kapcsán egyeztetett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT és az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakembereivel a győri városvezetés. Írt a közösségi oldalán dr. Dézsi Csaba András. A győri polgármester közölte, a tárgyaláson szó esett az új nagysebességű modern vasútvonal kiépítéséről, a Győr belváros területén futó vasútszakasz föld alá süllyesztésének tervéről, új modern pályaudvar építéséről és az elővárosi vasútvonal kiépítésének tervezéséről is. Ismét megjelentek az unokázós csalók Győrben és környékén. A telefonos csalók általában az idősebb, jóhiszemű lakosokra fordítanak figyelmet, és különböző indokokkal hívják fel őket, majd pénzt kérnek. Azt használják ki, hogy az idősek megérnek, és egyből segíteni szeretnének. Azonban van pár olyan tanács, amit ha megfogadunk, akkor könnyebben kivéthetjük az ilyen eseteket. Halló! Már mióta hívlak, nagyon nagy baj van, ne haragudj, hogy ilyen későn hívtál. Na, mi baj van? Balesetem volt. Mivel? Hogyan? Ismét megjelentek az úgynevezett unokázós csalók, akik egyre többször és egyre újabb módszerekkel tévesztik meg az időseket. Legtöbbször az unokájuknak vagy gyereküknek kiadva magukat, azzal az indokkal hívják fel a szépkorúakat, hogy nagy bajban vannak és azonnal pénzre van szükségük. Valamint az előző év végén több olyan eset is volt, amikor a csalók rendőrnek adták ki magukat. Úgy nyilatkoznak, hogy ők valamelyik kapitányság eljáró, nevében eljáró közlekedési helyszínelők, és kint vannak egy baleset helyszínén. Nagyon magabiztosan bemutatkoznak, mondanak egy tucat nevet, és megmondják, hogy milyen kapitányságtól hívják őket, tudván azt, hogy amit határozottan és nyugodtan állítunk, az gyakorlatilag szelektálódik az agyból. Ezután pedig elmondják, hogy a hozzátartozójuk volt a károkozó egy balesetben, és nem indítanak eljárást, ha a kárt rendezi, vagy óvadékot fizet.
Azonban a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy egy közlekedési baleseti helyszínelő egy központi ügyeleti küldésre megy ki a helyszínre, ami már eleve elindít egy eljárást. Ha ilyen esemény történik, akkor mindenképpen körültekintően járjanak el. Aki ilyen telefonhívást kap, az kezelje, hát a józan ész szerint nyugodjon meg, gondolja végig az esetet, kérjen időt, haladékot, hívja fel a hozzátartozóit, hívja fel a sérültet, hogy valóban sérült-e. A csalók általában a közösségi oldalakat, valamint a telefonkönyvet használják a célirányos kereséshez. Az itt található információkat használják fel arra, hogy minél hihetőbb legyen a történetük. Aki pedig csalás áldozatává válik, az azonnal hívja a 112-t. Pénteken reggeltől újra megnyitották a Barátság Parkban a futópályát. Ezt dr. Dézsi Csaba András közöltek közösségi oldalán közzétett videójában. A városvezető elmondta, sok lakossági kérés volt azzal kapcsolatban, hogy a sportolni vágyók tudjanak mozogni a Barátság Parkban. A futópályát a koronavírus okozta szigorú járványügyi szabályok miatt nem lehetett eddig használni. Idén ünnepli 30. születésnapját a Győri Vaskakas Bábszínház, emiatt készülnek egy olyan online előadással, amiben különböző kakasokról szóló népmeséken keresztül vezetnek végig egy történetet. Az online előadásokat egyébként bárki megtekintheti ingyenesen egy napig. Alkut ajánlok! Ha lefőzöl mesélésben, tiéd a kis kakas, és mindenki nagy örömére, kakasleves lesz ebédre! Új darabot próbálnak a Győri Vaskakas Bábszínházban. A korlátozások miatt nem tarthatnak élőben előadásokat, ezért több kulturális intézményhez hasonlóan ők is megjelennek az online térben. Az új előadás a Kakasviadal nevet kapta. Különböző népmesék felhasználásával készült, és egy testvérpárról szól, egy kuktárról és egy szakácsnőről, akik közösen üzemeltetnek egy házias kis vendéglőt, a Kockás Abroszt, és hát nem jönnek ki túl jól egymással, és az ő konyhájukra kerül egy kis kakas, akit a szakácsnő szeretne feláldozni, ugyanis egy kakasleves szeretne főzni, a kukta viszont szeretné megmenteni az életét. Ezért párbajozni kezdenek különböző kakasos meséken keresztül. Eddig a Vaskakas Bábszínház egy online bemutatót tartott decemberben. Emellett több korábban bemutatott előadást is elérhetővé tettek. Ezek térítésmentes előadások, és mindig egy napig bárki megnézheti a YouTube csatornánkon, illetve esetenként más-más oldalon. Azt tapasztaljuk, hogy a Vaskakas Bábszínháznak van egy erős közönsége, aki nagyon drukkol, egy ilyen erős mag, és nagyon sokan megtekintik az előadásokat. A rendező elmondta, hogy több visszajelzés is érkezett az egyik közösségi oldalon, ahol a nézők megköszönték, hogy élményekkel gazdagítják őket. Az új előadást február 7-én mutatják be, valamint az is kiderült, hogy nem hiába kapta a Kakasviadal nevet a darab, hiszen idén ünnepli 30. születésnapját a Vaskakas Bábszínház. Zajlik már a szőlőkben a vesszőmetszés, a borászatokban már nekikezdtek a munkálatoknak, annak érdekében, hogy az idei évben is jó minőségű és mennyiségű borok legyenek. A mai naphoz pedig számos néphagyomány kapcsolódik, az egyik például a vincevessző, amely segítségével megjósolható az, hogy milyen lesz az idei termés. Ma van vince napja, ezen a napon a borászok a régi hagyomány szerint levágnak egy-egy vesszőt a szőlőről. A vince vesszőt vízbe teszik, hogy aztán az kihajtson és megjósolják, milyen termés várható az évben. Gyönyörűen meggyökeresedett. Mutatja Cseri Norbert, az egyik nyúli pincészet borásza a tavalyi vincevesszőt. Jól látni, szépen kihajtott, ebben bíznak az idei évben is, hiszen akkor jó termés várható. A meccéseket elkezdtük, a vesszőállomány az nagyon szép egyébként, nagyon szépen beérett a tavalyi évben a vessző, nagyon szépen befásodott, tehát nagyjából a vessző olyan, amilyennek lenni kell, fele, tehát a bél rész az ugye kicsit lágyabb, puhább, de ez nagyjából általában úgy áll össze, hogy a külső rész az egyik fél, a másik a belső rész, és ugye akkor jó, hogyha ez fele-fele arányban mutatkozik meg, tehát nem túl vastag a fás rész, és nem túl vastag a bél rész. Nagyon szép egészségesek a vesszők, úgyhogy ha csak a vesszőt
vezetőnek az állapotát nézzük, akkor jó évre számíthatunk. Nyilván ez még nagyon sok más összetevőből is összejön majd, vagy függ. Ahogy a borász elmondta, a szőlőkben már megkezdődött a munka. Szerencsére most még a szőlővesszőket nem befolyásolja jelentősen az időjárás. A hét elején mért mínusz 10 fok közeli hőmérséklet nem okozott gondot. Nincs jelentősége ezeknek a 0 fok körüli vagy 0-10 fok közötti mínuszoknak, mert ugye, hogyha a vessző beérik ősszel, akkor tulajdonképpen ezek a vesszők bármikor vághatók. Mi is elkezdtük decemberben a meccés, de van, aki már novemberben a levél lehullása után szinte rögtön elkezdi a meccés. Nyilván, hogyha valakinek nagyon nagy területe van, akkor ott azért előre kell dolgozni, úgyhogy van, aki tényleg a levelek lehullása után már neki fog a meccésnek. Mi kényszerből fogtunk neki decemberbe, egyébként mi január elején szoktuk elkezdeni, de mivel nem nagyon tudtunk munkát adni a kollégáknak, akik kint dolgoznak a szőlőbe, ezért kényszerűségből decemberbe elkezdtük a meccést. Igazából ugye, problémát okozna hideg, az inkább a 20 fok körüli vagy az alatti hideg. A borász híradónknak elmondta, bízik abban, hogy a most vízbetett vincenapi szőlővessző szépen kihajt, és akkor jó minőségű borok készülhetnek az idei évben is. A győri Rába Enyerté szerepet kap Magyarország ipari stratégiájában. Január végéig elkészül a védelmi ipari stratégia az országban, amelynek a legfontosabb eleme az ágazati klaszterrendszer kiépítése, mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László hozzátette, 6 klasztert terveznek létrehozni, amelyek köré szervezve Magyarország újraépíti védelmi iparát. A klaszterek egyike a harcjármű fejlesztésre irányul, ebben szerepet kap többek között Győrben a Rába Enyerté is. Nagyon sok ember érzékeny az időjárás változásra, a meleg front közelettét általában az ingerültség, a fáradtság érzet jellemzi. Az előző pár napban óriási változáson ment keresztül a hőmérséklet, hétfőn mínusz fok környékén alakult az idő, péntekre pedig 13 fokra kúszott a hőmérő. Utána jártunk, mit javasolnak ilyenkor a szakemberek? Nézzük! Nagyon sok embert érzékenyen érint az időjárás változás. Legtöbben már jó előre megérzik a hőmérséklet változását. A melegfront közelettét, amit a napokban tapasztalhattak a Győr-Moson-Sopron megyében élők is, általában az ingerültség, a fáradtságérzet, a pulzus és vérnyomás emelkedés jellemzi. Betegségnek nem tekinthető, hanem inkább a természetben zajló időjárási változások elviselésének hiányáról van szó. Mindenképpen azt gondolom, hogy figyeljünk oda az időjárás változásra, próbáljunk meg annak megfelelően öltözködni. Akinek van krónikus betegsége, az a rendszeres gyógyszereit ne felejtse el bevenni, tehát ez rendkívül fontos, mert van amelyikünket a hidegfront, van amelyikünket a melegfront visel meg, de ez borzasztó, amikor egyik nap van 15-20 fok, a másik nap meg mínusz 10 fok. A szakember azt mondta, akiket ezek a hőmérsékleti és légköri ingadozások a megszokott életvitelükben, munkavégzésükben is zavarnak, kérjék ki házi orvosuk tanácsát, de fő az elővigyázatosság. Tartózkodjunk sokat friss levegőn, szellőztessük át mindig a helyiségeinket, fogyasszunk megfelelő mennyiségű gyümölcsöt, vitaminokat, főzelékeket, könnyed táplálkozás legyen, de én azt gondolom, hogy ez nem csak erre az időszakra vonatkozik, hanem mindig is erre vonatkozik, és a másik, ami még itt segíthet, a megfelelő testmozgás. Az előző pár napban óriási változáson ment keresztül a hőmérséklet, hétfőn mínusz fok környékén alakult az idő, péntekre pedig 13 fokra kúszott a hőmérő. Folyamatosan enyhült, egyre enyhébb levegő érkezett hozzánk, és ennek köszönhetjük azt, hogy a hideg levegő kipucolódott a térségünkből, és még most is déli áramlás van fölöttünk, már napok óta is további enyhe levegő érkezik felénk. Ennek volt köszönhető az, hogy tegnap például a melegrekord közelébe kerültünk országosan. A melegrekord nem dőlt meg, a melegfronti tünetek továbbra is jelentkezhetnek. Elsősorban a migrénes fejfájás, de felerősödhetnek a gyulladásos panaszok is.
Újabb erősítés érkezett az ETO-FC Győr NB1-es női csapatához. Rácz Zsófia személyében komoly hazai és külföldi tapasztalattal rendelkező válogatott középpályással erősödött a keret. Rácz Zsófia nem csak játékosként, sportszakemberként is tevékenykedik majd az U16-os lánycsapat edzőjeként, írja a klub honlapja. A 112-szeres válogatott játékos Győrben született, de eddig még nem volt az ETO játékosa. Sérülés után betegség hátráltatja Puhalák Szidóniát, a győri Audi ETO KC válogatott kézilabdázóját. A 24 éves balszélső a mostani szezonban még nem léphetett pályára, előbb sérülés, jelenleg pedig koronavírusos megbetegedése miatt, írta a klub honlapja. A portálnak Balogh Péter csapatorvos azt nyilatkozta, a fertőzést követően folytatólagosan fellépett influenza-szerű megbetegedés miatt további kiegészítő vizsgálatokra van szükség a szövődmények kizárása miatt. Szombaton egy hidegfront hatására többfelé kell számítani esőre, záporokra. A légmozgás élénk erős lesz. A front előtt még 7-11 fokra van kilátás, de a front mögött térségünkben hirtelen visszaesik majd a hőmérséklet. Vasárnap napközben egy mediterrán ciklon hatására ismét egyre többfelé várható eső. A Dunántúlon egyre inkább havas esőhavazás. Napközben helyenként élénk, estére térségünkben viharos lehet a szél. 3-6 fokot mérhetünk. Hétfőre virradóan országszerte eshet az eső. A viharos szélben 0 plusz 4 fokos maximumokra számíthatunk. Kedves nézőink, az Oxigén Televízió híradóját látták január 22-én pénteken. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket. Érdemes lesz majd a hétvégén is velünk tartani. Híreink és tudósításaink pedig visszanézhetőek a győrihírek.hu weboldalon és az Oxigén Hírügynökség Facebook oldalán. Kellemes estét, nagyon jó hétvégét kívánok mindannyiuknak. Én búcsúzom, hétfőn ismételten várjuk Önöket a viszontlátás.